of Canada. Szívből jövő köszönetet mondott pénteken Kanadának Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az Oroszország elleni háborúban nyújtott segítségért. Mint fogalmazott, Ottawa segítsége ezrek életének a megmentéséhez járult hozzá. Volodymyr Zelenszkij a kanadai parlamentben mondott beszédet. A Justin Trudeau vezette kanadai kormány az egyik legnagyobb támogatója Ukrajna védelmének az orosz invázió február 24-i kezdete óta. 2022-től Kanada több mint 8 millió kanadai dollár támogatást nyújtott Ukrajnának, ebből 1,8 millió dollár értékű katonai segítséget. Az ukrán elnök most látogatott először Kanadába a háború kezdete óta. Kanada vezető szerepe a háború és a terror miatt Oroszország ellen elrendelt szankciók ügyében valóban felbátorított másokat a világon, hogy kövessék az önök példáját, mondta Volodymyr Zelenszkij, majd hozzátette, hogy Oroszország így soha nem hozza vissza a népirtást Ukrajnába, és nem is fogja megpróbálni. Moszkvának egyszer s mindenkorra veszítenie kell, és veszíteni is fog, jelentette ki az ukrán államfő. Röviddel az ukrán elnök beszéde előtt Justin Trudeau bejelentette, hogy Kanada újabb 650 millió kanadai dollár értékű katonai segítséget nyújt 3 év alatt Ukrajnának 50 páncélozott járművel. Ottawa kiképzőket is küld majd Ukrajnába, akik segítenek az ukrán pilótáknak a nyugati F-16-os vadászgépek vezetésére való kiképzésében, mondta Trudeau. Ukrajna belépése az Észak-Atlanti Szövetségbe egy hosszú és stabil béke garanciája lesz, amely megakadályozza Oroszország ismételt támadásait, jelentette ki pénteken Jens Stoltenberg, NATO főtitkár a Council of Foreign Relations központjában tartott nyilvános előadása során. Stoltenberg emlékeztetett arra, hogy Ukrajna még nem kaphat meghívást a NATO-ba, amíg a háború aktív szakasza folytatódik. Szerinte fontos túltekinteni ezen a háborún, mert amikor az a közeli vagy távoli jövőben így vagy úgy véget ér, gondoskodni kell arról, hogy ez a történet ne ismétlődhessen meg. Ha a harcok most véget érnek, biztosnak kell lennünk abban, hogy ez valóban a háború megállítása lesz. Ez azt jelenti, hogy olyan keretfeltételek kellenek, amelyek garantálják a biztonságot és a területi integritást, az ukrán határok tiszteletben tartását. Természetesen ennek elérésére az egyik mód a NATO-tagság. Vannak bizonyos kétoldalú megállapodások is, de így vagy úgy garanciákra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a NATO-tagság, a háború befejezése és a tartós béke biztosítása a háború után egymással összefüggő dolgok, hangsúlyozta Jens Stoltenberg. Jelenleg senki sem tudhatja, hogyan fog véget érni az Ukrajna elleni orosz agressziós háború, de ennek eredménye egy új világrend kialakításának meghatározó tényezője lesz. Erről Josep Borrell, az EU főképviselője beszélt a New Yorki Egyetem hallgatósága előtt tartott beszédében. Mint fogalmazott, az új világrend felépítése 3 kulcsfontosságú esemény eredménye lesz. Az első az Oroszország-Ukrajna elleni háborújának vége. Nem tudom, mi lesz az eredmény, de ez lesz az egyik elem, amely meghatározza az új világot. Borrell szerint a világrend második alapja az USA és Kína konfrontációja, mégpedig Kína hihetetlen felemelkedése lesz, amelynek gazdasága az 1970-es években még csak az amerikai GDP 1%-át tette ki, 50 év alatt azonban 80%-ra tudott nőni, ami rendkívüli eredmény. Az új világrend harmadik mozgatórugója, amint azt az EU főképviselője is megjegyezte, a globális dél országainak fejlődése lesz, és az, hogy hogyan fogják fel az új valóságot. Az Európai Bizottság az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatás keretében pénteken 1,5 milliárd eurót folyósított Ukrajnának, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az Európai Unió azért hozta létre ezt a pénzügyi eszközt, hogy stabil, kiszámítható és jelentős pénzügyi támogatással segítsen Ukrajnának fedezni az azonnali finanszírozási szükségleteit 2023-ban. A pénteki kifizetéssel együtt Ukrajna idén már 13,5 milliárd eurót kapott a makroszintű pénzügyi támogatás plusz eszköz keretében. A támogatás segíteni fogja Ukrajnát abban, hogy továbbra is folyósítsa a béreket és nyugdíjakat, és fenntartsa az alapvető közszolgáltatásokat, például működtesse a kórházakat és az iskolákat, illetve gondoskodjon a lakóhelyüket elhagyó személyek lakhatásáról. Az uniós pénzforrások azt is lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy biztosítsa a makrogazdaságot,
gazdasági stabilitást és helyreállítsa az Oroszország által indított háború során elpusztított kritikus infrastruktúrát, például az energetikai, valamint a közlekedési hálózatokat, a vízvezetékeket, az utakat és a hidakat, áll az Európai Bizottság közleményében. A háború kezdete óta Ukrajnának nyújtott uniós támogatás körülbelül 81 milliárd eurót tesz ki. Az Európai Bizottság június 20-án javaslatot tett egy célzott eszköz létrehozására is, amely kiszámítható és rugalmas támogatást nyújt Ukrajnának a 2024-2027 közötti időszakra összesen 50 milliárd euró összegben. Németország nem utasította vissza Ukrajna kérését a nagy hatótávolságú Taurus cirkáló rakéták szállítására, de még nem fejeződött be minden szükséges eljárás a döntés jóváhagyásához. Fogalmazott Boris Pistorius, német védelmi miniszter a Le Monde-nak adott interjújában, amit a német szaktárca is közzétett az oldalán. Nem, nem mondunk le a cirkáló rakétákról, felülvizsgáljuk a kérelmet és annak következményeit. Figyelembe kell venni például a jogi vagy műszaki szempontokat. Tudom, hogy ez időbe telik, de kötelességünk alaposan átgondolni minden kérdést, mondta Pistorius hozzátéve, hogy tisztában van azzal is, milyen előnyökkel járhatnak az ukrán partnerek általuk. A német védelmi tárca vezetője megjegyezte, hogy a Taurus típusú cirkáló rakéták nagyon nagy hatótávolságú fegyverrendszerek. Mint ismeretes, Franciaország és Nagy-Britannia már nyár elején átadta Ukrajnának a Scalp és a Storm Shadow cirkáló rakétákat. Az Európai Bizottság javaslatot készít elő az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdésére. Az erre vonatkozó döntést az EU vezetőknek decemberben kell jóváhagyniuk, közölte pénteken a Bloomberg amerikai hírügynökség. Az amerikai híriroda forrásai szerint az Európai Bizottság októberben javasolni fogja a több éves csatlakozási folyamat elindítását. De a testület közbülső lépésként ragaszkodhat az előrelépéshez bizonyos kiemelt területeken, beleértve az ukrajnai korrupciót. Amint az Európai Bizottság közzéteszi ajánlását, az EU vezetőinek jóvá kell hagyniuk azt, valószínűleg a decemberi csúcstalálkozón. Ezt követően Ukrajna megkezdi a reformok befejezésének és az uniós jogszabályokkal való összhangba hozás hosszú folyamatát több mint 30 területen, köztük a jogállamiság és a gazdaság területén. A komplex tagsági feltételek teljesítéséhez nem vezet gyors út, ami általában több mint egy évtizedet is igénybe vehet. Horvátország volt az utolsó ország, amely csatlakozott az EU-hoz, de a kérelmet 10 évig vizsgálták, mielőtt 2013-ban hivatalosan is elfogadták. Oroszország a tél közelettével létfontosságú létesítményekre támadva újrakezdte az energetikai terrort, jelentette ki pénteken Denis Smihal. A miniszterelnök egy kijevi gazdasági fórumon úgy fogalmazott, hogy az utóbbi két hétben mindenütt a fűtőanyagok előállítását és tárolását szolgáló létesítmények, valamint az elektromos állomások elleni orosz támadásokat lehetett látni Ukrajnában. Denis Smihal szerint azonban Ukrajna egyebek mellett a nyugati légvédelmi rendszerek szállításának köszönhetően alaposabban felkészült, mint az előző télen, amikor az energetikai rendszerek elleni orosz támadások következtében lakosok milliói maradtak világítás és fűtés nélkül. A tél bizonyára kemény lesz, és biztosan nem könnyebb, mint az előző, de tudjuk, hogy mire készül az ellenség, és milyen kihívások állnak előttünk, tette hozzá a miniszterelnök. Jelenleg nem tervezik a lakossági fogyasztók áramdíjának emelését, közölte Herman Haluschenko, ukrán energiaügyi miniszter. Mint fogalmazott, a fűtési szezon végéig meghosszabbodik a megfizethető áramra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatája. A miniszter hangsúlyozta, bár Ukrajna energiarendszere műszaki szempontból készen áll az őszi-téli időszakra, az energetikai infrastruktúrát érintő orosz támadások áramszünetet válthatnak ki. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen kimaradások rövid távúak legyenek. Erre már rengeteg megoldást dolgoztak ki, amelyeket tavaly télen is teszteltünk, most pedig úgy módosítottuk, hogy a fogyasztókat minél több árammal lássuk el, mondta Haluschenko. Thank you.
Ukrajnában pontrendszert vezetnek be a nyugdíjak kiszámítására, amelynek ki kell egyenlítenie a régebb óta és a közelmúltban nyugállományba vonultak járandóságának az összegét, jelentette be Denis Mihály miniszterelnök a pénteki kormányülésen. A kormányfő jelezte, hogy 2024. március 1-től másodszor is indexálják a nyugdíjakat a teljes körű háború kezdete óta. Elmondása szerint jövőre az indexálást az egész szolidaritási rendszerhez hasonlóan igazságosabbá, érthetőbbé és átláthatóbbá kívánják tenni. A nyugdíjak időszakos felülvizsgálatának eredményeképp a korábban nyugdíjba vonultak ellátmányának összege a közelmúltban nyugdíjazott személyek juttatásának szintjére emelkedik, közölte a miniszterelnök. Smihál kifejtette, hogy a foglalkoztatott állampolgárok minden hónapban járulékot fizetnek a nyugdíjalapba. Ezt a hozzájárulást a személy fizetése és az ukrajnai átlagkereset aktuális aránya szerint váltják át pontokra. Ha az állampolgár az országos átlagnak megfelelő fizetésből fizet járulékot, 10 pontot kap. Az országos átlag felett keresők 12 vagy annál több pontot. Az átlag alatti bérért 8 pont jár majd, tette hozzá a kormányfő. Elmondása szerint ezeket a pontokat ezután minden évben ugyanúgy visszaszámolják a nyugdíjba az aktuális átlagkeresethez mérten. Ezzel megvédjük a szolidáris nyugdíjrendszert az inflációtól és a leértékelődéstől, hangsúlyozta Denis Mihál. Ukrajnában 3 millió fogyatékkal élő ember él, számuk hozzávetőleg 300 ezerrel nőtt másfél év alatt. Ezt Oksana Zsolnovics szociálpolitikai miniszter jelentette ki egy kijevi térségben felújított állami rehabilitációs központ megnyitásakor. Ukrajnában jelenleg 3 millió fogyatékkal élő ember él, a háborúig 2,7 millióan voltak. Másfél év alatt azonban hozzávetőleg 300 ezer fővel lett több, mondta Zsolnovics. A tárcavezető megjegyezte, hogy Ukrajnának egyre több rehabilitációs szakemberre, több különböző központra és osztályra van szüksége, amelyek segítenek embereink munkaképességének helyreállításában, hiszen a sérültek száma továbbra is növekszik. Mindenkit szeretettel köszöntök és köszönöm a meghívást. Az ember legnagyobb szükséglete a kötődés és hovatartozás. Mi magyar emberek kötődünk Istenhez, hazához, családjainkhoz, mondta Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola tanévnyitóján. A miniszter beszédében kiemelte, hogy az anyaország egyetlen magyart sem hagy magára a világban. A vidék sokszínűségéről azt mondta, hogy úgy tekint Kárpátaljára, mint egy tündérkertre, ahol évtizedek óta élnek együtt békésen különböző vallású és nemzetiségű emberek. A végzős diákoknak azt üzente, hogy bárhova sodorja őket az élet, sohasem feledjék el, hogy honnan jöttek. Csák János miniszter az ünnepség végén átvehette a főiskola által 2014-ben alapított Rákóczi díjat, melyet minden évben közismert személyiségek kapnak, akik nagy szerepet vállaltak a főiskola támogatásában valamilyen módon. Az alapítás évében elsőként Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke kapta meg a köszönetnyilvánító díjat. Ukrajna háborúban áll, megtámadták, és az egész Ukrajnában bizonytalanságot, károkat, szenvedést okoz. És amikor baj van, mindig a kisebbségik szenvedik meg a leginkább. Itt Kárpátalján, a főiskolán, az szakképzőintézeteinkben, az óvodáinkban hősies munkát végeznek a tanárok, az oktatók, az alkalmazottak. Itt, hogy itt vagyok, úgy érzem magam, mintha csupa zrinyilát látnék, vagy az egri nőket. Amikor a férfiakat elviszik katonának, vagy elhurcolják, akkor is ki kell tartani. És mi magyarul vagyunk emberek. Vannak kötődéseink. Kötődünk Istenhez, hazához, családjainkhoz. És a hazát a magyar kormány képviseli, a mindenkori magyar állam képviseli. Ez nem valamiféle adomány Kárpátaljának, vagy bármelyik magyarnak a világon. Ez a magyar kormány, a magyar állam kutya kötelessége. Kutya kötelessége, hogy segítse a kisebbségi
sorban élő magyarokat, azért, hogy minden magyar gyereknek megadassék az, hogy tanulhasson, hogy biztonságban legyen, és ezzel ez a kormány nagyon is tisztában van. Ezért vagyok én is itt, hogy ezt elmondjam, hogy erőt adjak, és igazából, hogy erőt kapjak. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház premierrel ünnepelte meg 30. jubileumi évadnyitóját. Ezúttal a Brian Friel műve alapján készült Pogánytánc című előadást tekinthette meg a színház kedvelő közönség. A Kárpátaljai Magyar Színház él, mert élni akar, minden körülmények közepette is. Ezt bizonyítja az a tény, hogy idén már a 3. új darabbal állnak színpadra a színészek. Nehéz út vezetett idáig, a próbák sokszor viszontagságosak voltak, emelte ki Sín Edina, a színház megbízott igazgatója. Csodálatos lírai hangulatba helyezte a kárpátaljai magyar közösségnek a beregszászi részét ez az előadás ma este, és úgy érzem, hogy ránk fért az elmúlt 19 hónap fényében a nehézségek közepette, hiszen bebizonyosodott, hogy akármilyen kihívásokkal vagy problémákkal kell szembenéznünk, a művészeten keresztül, a művészet szépségén keresztül meg tudjuk találni az utat az élet harmóniájához és szépségéhez. Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy a színház eszköze volt ma este. Az, amivel tudni adtunk valamit az embereknek, tudtunk egy kis fényt vinni az életükbe, egy kis könnyebbséget, olykor szórakozást is. A Beregszászi Színház számára ez mindig nagyon fontos volt, amellett, hogy a magyar kultúra ügyét szolgálta, amellett a művészet legfontosabb eszményét, azt, hogy szépet és jót hozzon a világba, ezt is teljesíteni tudta ma ezen az estén Brian Friel Pogánytáncával, Jevi Bíró Eszter rendezésében, nagyon különleges technikai megoldással, amellyel ide varázsoltunk olyan tagokat is, akik személyesen nem lehettek most jelen. Úgyhogy úgy érzem, egészé állt össze ma este folyamán az a munka, amely az elmúlt hónapok során jellemezte a Beregszászi Színházat, ami itt folyt nálunk. Így megyünk ezzel a lendülettel tovább, hiszen a Pogánytánc című előadásunkat műsoron tartjuk. Októbertől kezdődően folyamatosan látható, amellett, hogy nagyszabású színházi fesztiválra készülünk október 3-ától 9-ig, ezzel is tovább ünnepelve azt, hogy Kárpátalján, azon belül Beregszászban él a magyar nyelvű színjátszás. Háborús időben is nagyon fontos, hogy élő legyen a kultúra, és persze a színház, hiszen ezek adhatnak reménységet a kárpátaljai magyaroknak, az embereknek, akik itt vannak és bíznak a jövőben. Emelte ki köszöntőjében Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja. Hát a ma este egy csodálatos este volt, a 30. évadot kezdték el a Kárpátaljai Színházban, Magyar Színházban, nagybetűvel szeretném ezt kimondani, egy csodálatos este volt. Háborús időben nagyon fontos, hogy színházi előadások legyenek, adjanak reménységet az egyszerű embereknek, a távol lévő embereknek. Ma este éppen ezt a boldogságkeresést láttuk ebben a csodálatos előadásban. 5 gyönyörű nő a színpadon, a színészek a távolból vettek részt, de mindannyian együtt úgy éreztük, hogy mi magyar emberek együtt vagyunk, és a magyarságunk megőrzése ennek a színházatnak a feladata, és ennek, mint ahogy eddig a 30 év során, ma este is ragyogóan eleget tett. Várjuk az eredményeket ebben az évben, várjuk az újabb sikereket, és a közönség szeretettel fog eljönni, úgy gondolom, köztük mi is mindannyian, akik itt élünk Kárpátalján. Ukrajna függetlenné válása után nehéz és zűrzavaros évek vártak a kárpátaljai magyarságra, s míg mások a privatizációkból akartak meggazdagodni, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség épített iskolákat, közösséget és persze színházat. Ma örömmel tekintünk vissza erre az időre, látva, hogy ma is él és virágzik a színház Beregszászon. Emelte ki Sín József, a KMKS Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke. Örömmel mondhatjuk el, hogy az a nemzeti szellem, amit Vidnyánszky Attila itt meghonosított, az a mai napig bennmaradt, és Vidnyánszky Attila pedig a részéről elvitte egészen Budapestig a nemzeti színházba. Jól emlékszek, az első előadás, amelyik a Beregszászi Kultúrházban volt, farkasordító, hideg volt, de ugyanakkor a szívünket átjárt az a melegség,
hisz egy gyönyörű, a Szent Iványi álmat láttuk egy gyönyörű előadásba, és rögtön felfedeztük, hogy nagyon tehetséges színészeink vannak. És hát utána elhozták a magyar és a világirodalom legszebb darabjait, hisz a szarvassá vált fiú, Godóra várva, az ember tragédiája, Tótik, a három nővér is, sorolhatnám még hosszasan azokat a gyönyörű darabokat, amelyeket itt Beregszászban mindig teltház előtt játszottak. Megvan a nézőközönségünk, és megvan az a hangulat is, amelyik magával ragad, és mindenkibe biztosítja azt, hogy kárpátai magyarok szeretik a színházat, szeretik a magyarságukat, és remélhetőleg ezt hosszú távon meg is fogják tartani. Különféle emlékek tudunk felvenni. Azon a nyáron kaptuk meg az első rádiónkat, és teljesen a hatása alá kerültünk. A régi időkben ekkor tartották a nap. Az aratás pogány istenének az ünnepét. A pogánytánc története 1936-ban Írország északnyugati csücskében játszódik. A sztori a Mundi család öt lánytestvéréről szól, akik a színpadon is megjelennek, a család férfi tagjai pedig digitálisan kerülnek a lányok mellé. A Beregszászi Színház számára a szövegkönyv Upor László fordításának felhasználásával készült, a darabot pedig Gyevi Bíró Eszter rendezte, aki már 15 éve dolgozik együtt a Beregszászi Társulattal. A mostani darab esetében a rendező szeretett volna kapcsolódni ahhoz az állapothoz, ami jelenleg Beregszászt és a színházat jellemzi. Ezért esett a választás Brian Friel előadására. Egy egészen különös történelmi helyzet miatt úgy kellett gazdálkodnunk a színészekkel, hogy sajnos nem mindenki tudott hazajönni, és éppen ezért a Brian Friel pogánytánca ugye 8 szereplőre van írva, 5 nő és 3 férfi szerep, de mi a férfi szerepeket azt bejátszva jelenítjük meg. Na most ezek nem monológok, hanem párbeszédek a jelenlévő szereplőkkel, és ezt a párbeszédet felvenni, összeállítani, és aztán élővé tenni, beleszűrni úgy az előadásba, mint hogyha ezek a számunkra fontos és szeretett emberek itt lennének. Ez egy nagyon komoly feladat volt, amit úgy érzem, hogy megléptünk. Tehát most az eredmény nyilván majd magáért beszél, de szerintem izgalmas lesz ez az összeállítás. Színház történeti pillanatnak leszünk a tanúi. Egy kerek évfordulót illik méltó módon megünnepelni, főként egy színház életében. Ezért is döntött úgy a Beregszászi Társulat vezetése, hogy a jubileum tiszteletére a premier mellett egy hetes nemzetközi fesztivállal kedveskednek a kárpátaljai közönségnek, amelyet október 3-a és 9-e között tartanak meg, és amelyre szeretettel várják az érdeklődőket. Ungváron immár 12. alkalommal rendezték meg a Natalia Visics nevét viselő Nemzetközi Orgona Fesztivált, ahol a vendégelőadók között idén első alkalommal lépett fel Péteri Dóra, magyarországi orgonaművész. Tőle olyan zeneszerzők munkáit élvezhette a nagy érdemű, mint Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc és a kárpátaljai néhai Márton István. Tavasszal kaptam ezt a felkérést az Orgona Fesztiváltól. A közös szál az Selelyó Erzsébet, aki szintén Budapesti Zeneakadémián tanít. Ő azt hiszem, hogy Ungváról, de mindesetről Kárpátaljáról származik, úgyhogy ők már jártak itt Virág Andrással együtt koncertezni, és akkor így jött, hogy rajtuk keresztül is jött ez az ismeretség, és megkerestek a fesztiváltól. Nagyon jól éreztem magam, nagyon-nagyon szívélyes volt a fogadtatás, egy csodálatos környezetben vagyunk, egy különleges orgonán tudtam játszani, és hát egészen megható ezekben az időkben ide utazni, ezt még egy külön ki kell emelnem, és ezen a helyszínen egy zsinagógában játszani, vagy egy volt zsinagógában játszani, és ezt szerint akartam igazából a programot is összeválogatni, hogy legyen olyan zene is benne, ami ide kötődik, és ez nekem is újdonság volt. Egyrészt, mert nem is jártam erre korábban, másrészt a kultúrát sem ismertem, úgyhogy egy kicsit utána olvastam, hogy Márton István milyen
meghatározó szerepet töltött be itt a kárpátaljai ungvári zeneéletben, és hogy ez az orgona is részben neki köszönhető, Bach pedig hát az örök klasszikus. Péteri Dóra orgonista Magyarországon és Európa szerte ismert művész. Budapesten, majd Svédországban végezte tanulmányait. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszékének docense. Számos kortárs zeneszerzővel dolgozik együtt, és több nemzetközi díjat is magáénak tudhat. Profi orgonisták számára a Péteri Dórával való találkozás mindig lehetőséget nyit a fejlődésre és a szakmai tapasztalatcserére, fogalmazott Katarina Gazsó, a Kárpátaljai megyei Filharmónia orgonistája. Мені було дуже цікаво послухати її трактування токати. Nagyon érdekes volt a számomra az, hogy miként interpretálta Márton István tokkátáját. Az, ahogyan előadja, új szint vitt ennek a műnek az értelmezésébe. Úgy gondolom, hogy ez jó ötlet, amikor a zenész elutazik egy másik országba, hogy ott előadja az ottani helyi zeneszerző művét. Ez kölcsönös élménycsere a mű értelmezésében, fogalmazott az orgonista. В якомусь такому плані розуміння твору. A hasonló kulturális események különös értékkel bírnak ebben a nehéz időben, hangsúlyozták a koncert hallgatói, akik szerint az élő zenével való találkozás kiváló lehetőség számukra, hogy legalább egy órára elvonatkoztassanak a háború nyers valóságától. Дора Петері. Harkivban be akartam jutni az ottani nagy orgonaterembe, de nem sikerült. Itt Ungváron pedig közel fél évet kellett várnom, hogy orgona koncerten vehessek részt. Második alkalommal vagyok itt, és nagyon megtetszett. Már nagyon régen voltam koncerten, előbb a koronavírus, aztán pedig a háború, de most sikerült és nagyon jó élmény volt. Klasszikus és kortárs zeneszerzők műveit is hallhattuk, nagyon jó volt. Nagyon jól játszott az orgonista, élmény volt részt venni a koncerten. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete fontos közösségépítő szerepet tölt be megyénkben, hiszen évente közel 100 programot szerveznek a tagcsaládok számára. Az egyik legsikeresebb alkalom a családi sportnap, ahol az aktív pihenést kedvelők különböző ügyességi versenyeken vehetnek részt. A negyedik alkalommal szervezett sportnapnak a karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum adott otthont. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete negyedjére szervez Ugocsába is programot, sportnapot. Azért tartottuk fontosnak, hogy az ugocsai emberekhez, nagycsaládosoknak kicsit közelebb hozzuk ezt a programot, hogy ne kelljen többet utazniuk, és adott a gyönyörű helyszín is minden adottságokkal, kényelmes, csodálatos tornaterem, étkezde, tehát minden adott ahhoz, hogy itt ez a program megvalósuljon Ugocsába. Nagy család apraja nagyja részt vesz ezen a programon, 80-an jelentkeztek be, közel 70-en jöttek is el, ez körülbelül 20-22 család. A sportnap szervezése során kiemelt szempont volt, hogy minden korosztály megtalálja benne azt, amit szeret. Én inkább a futásban meg az ugrálkötelt szeretem, de attól függ, hogy mi pontosan. Ugyanúgy szoktam még focizni is, de azt inkább elhagytam, mivel hogy az idén nekem meghúzódott a lábam, és amiatt meg nem tudok. Nem szabad megelőtetni, de szoktam néha öpapdázni is, úgyhogy... Neked mi tetszik a legjobban, és mit vársz? Hát nekem is a futás tetszik a legjobban, mivel a kosarazás is nekem nagyon jó. Nekem futás, vagy a focizás az nem nagyon jön be nekem, szóval nekem a focizás az nem nagyon tetszik.
hát az embereket így megmozgassa, hogyha otthon nem tornáznak, most fogunk. Én szeretem az ilyeneket, mert új kapcsolatokat tudok létrehozni, és erősebb, szoros kapcsolatokat, erősebb kapcsolatokat is tudok táplálni, akivel már megismerkedtem. Milyen sportágat vársz ma a legjobb? A focit. A Nagycsaládos Egyesület által szervezett programok többsége Beregszász környékén valósul meg, ezért sok szülő kifejezetten örül, ha más térségekben, így például az ugocsai régióban kerül megrendezésre egy-egy rendezvény. Nekünk az egyik kedvencünk a sportnap. Igyekszünk részt venni. A kicsi fiúval nem igazán, de a nagyfiúk alig várták és nagyon szeretik. Számunkra nagyon fontos. Amik itt közel vannak hozzánk, itt részt veszünk, de Beregszászba is a sportnapra, oda is elmentünk. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének őszi programjairól az Egyesület közösségi oldalán találhatnak információt az érdeklődők.